Nem mert titok, hogy minden embernek az a célja, hogy boldog legyen, és tapasztaljon boldog, pozitív érzelmeket, de ugyanakkor nagyon gyakran, vagy többször az életében kapunk valami negatív információt, valaki szól nekünk valami kényelmetlen dolgot, és az elmébe elkezdünk gondolkozni ezen. Újra meg újra átrágódunk. Amikor negatív gondolatokat próbáljunk újra meg újra átgondolni, akkor negatív érzelmeket fog eredményezni. Elromlik a hangulat, lesz negatív hangulat, a negatív hangulat stresszet okoz, stresszből depresszió. Így jönnek a betegségek. Az elme kapcsolatban van a testtel, a test hatással van vissza az elmével. Így az ember akár boldogságra vágyik, de boldogtalan érzelmeket tapasztalja. A negatív érzelmek teljesen bezárják embernek a tudatot. A tudat záródik, ember nem tud lenni kreatív, nem látja a megoldásokat, zsákutcába kerül, kilátástalan. Negatív hangulat, stressz, depresszió. És akkor mi a megoldás? Hogyan lehetünk boldogok? A védikus, a bölcsesség azt tanítja, hogy az embernek kell boldog legyen, arra van születve. Hogy az a cél, hogy boldog és pozitív érzelmeket érjen el. A pozitív érzelmek teljesen megnyitnak embernek a tudatot. Erőt adnak, ember kreatív lesz, ugyanakkor meggyógyul a test, meggyógyul a szervezet. Amikor a pozitív érzelmek az embernek a vágyát táplálják, akkor sok energiát adnak, sok erőt adnak, ilyen esetben az ember képes lesz bármilyen célt elérni, bármilyen vágyat teljesíteni. Erről szól a mi kurzusunk, az érzelmek természetéről, és bárki, aki részt vesz ezen a kurzuson, megváltozik az élete, fog tapasztalni pozitív érzelmeket, és kontrollálni fog negatív érzelmeket.